Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig a Kérdezzen Nógrádi Györgytől mai adása Kolozsvárról, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel. Jó napot kívánok, Tamár úr, üdvözöljük Önt is és a kedves közönséget is. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Mindenkit ez jó esett, hogy az elején megtapsolnak, a végén úgyse fognak, tehát rendben van. Akkor már fügykoncert jön. Mindenkit arra kérünk, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra. Lassan elérjük a 149 ezredik feliratkozót, és a tanárúrral megígértük, hogy ha meg lesz a 150 ezredik feliratkozónk is, akkor a jelentkezők között kisorsolunk 5 embert, akiket majd elviszünk egy ünnepi vacsorára. Ezt megcsináltuk a 100 ezredik feliratkozónál is, és nagyon érdekes volt, mert többen a Felvidékről jöttek, akiket kisorsoltuk, és eljöttek Budapestre azért, hogy találkozzunk, úgyhogy lehet játszani természetesen a határon túl is, illetve köszönettel fogadjuk a támogatásaikat is a képernyőn látható bankszámlaszámon és PayPal-on keresztül. A támogatóinknak elküldjük többek között a mostani közönség találkozónk vágatlan verzióját. Lehet rendelni Nógrádi Györgynek a dedikált könyveit is. Megjelent a legújabb könyve, ez egy naptárkönyv, amelyet közösen jegyez a kedves feleségével, Nógrádi kis Magdolnával, aki a képeket készítette bele, és ebben a kalendáriumban minden héthez fontos évfordulókat írt a tanár úr, amelyek neki fontosak, és lehet bele jegyzetelni, és ez egy igazi határidő napló, nem a 2023-as, hanem a 2024-es esztendőre, tehát kiváló karácsonyi ajándék is lehet. És akkor belevágnánk a mai témáinkba. Először is jelezném a hallgatóinknak, hogy most, amikor beszélgetünk, 2023. október 12-e van, Magyarország idő szerint 18 óra. A Szír média beszámolói szerint az izraeli hadsereg légitámadást intézett a két legnagyobb szír város repülőtere ellen, Damaszkusz és Aleppo repülőtere ellen, és a korábbi beszámolók arról szóltak, hogy a reptereken légvédelmi eszközöket vetettek be az izraeli támadások ellen. A nemzetközi közösség attól tart, hogy a konfliktus tovább eszkalálódik, a háború kiterjedtebbé válik, és Izrael, Szíria és Libanon ellen is hadat fog viselni. Miközben a Hamas megtámadja Izraelt, miért indokolt Izrael részéről az, hogy Szíria ellen indít támadást? Kezdjük az elején. Annyit látni kell, hogy a Hamasszal szembe fősorakozott a izraeli hadsereg jelentős része. Csak hogy Izrael esetében van még néhány határ, ami bizonytalan. Alapvetően bizonytalan a libanoni határ, mert ott a Hezbollah. Érdekes módon a Hezbollahot is, a Hamaszt is Irán támogatja. Fegyverrel, pénzzel, minden létező eszközzel. Egyel arrébb ott van Szíria. És én jelezni szeretném, hogy Kissinger hosszú-hosszú vitákat folytatott annak idején, amikor közvetített 73-ban, 50 évvel ezelőtt a szír vezetéssel a Golánról. És megállapodtak, hogy a Golán egy részét visszakapta Szíria, a másik részét nem. Szíria visszaköveteli a Golánt, ez ma, miután Szíria nincs abban a helyzetben, hogy erővel érvényt szerezzen akaratának, ez ma papíron létezik. A probléma az, hogy ma Szíriában minden létező erő ott van. Én most nem sorolom fel, ott vannak a törökök, amerikaiak, irániak, oroszok, stb. Ennél érdekesebb, hogy ott vannak a kurdok. Tehát a szír lakosság egy jelentős része kurd. Szíria megígérte nekik az autonómiát. Mi a probléma? Hogy Törökország nem tűri el a kurd autonómiát, mert attól fél, hogyha valahol a kurdok autonómiát kapnak, akkor a törökországi kurdok, ez 20-30 millió ember, senki nem tudja mennyi. Nem tudom, ki járt Törökországban, nem a tengerparton, hanem Ankarában és attól keletre. Én végigjártam. Az egy másik Törökország. Tehát ha a kurdok megkapják az autonómiát Törökországba, akkor a török vezetés megítélése szerint utána a függetlenséget akarják. Ennek óriási áthalása van a világ minden részére. Pont. Mi a lényeg? A Golánról átcsaptak rakétákkal Izraelre. Izrael válaszcsapást intézett. Nyilvánvalóan Hamas alapvető stratégiai célja az, hogy Izraellel szembe kialakuljon egy több frontos háború, mert az izraeli hadsereget abban a pillanatban különböző irányokba kell szétszórni. Ez eddig nem következett be. A Hezbollah bármelyik pillanatban támadhat, vele szembe ott vannak izraeliek,
Eddig mérsékelt csapások voltak. Rendkívül érdekes volt, hogy a Hamas mellé nyíltan egy ország lépett Irán, és három ország közölte, hogy azonnal hajlandó közvetíteni, a törökök, Egyiptom és Oroszország. Önök majd kérdeznek, ha bármelyikre rákérdeznek, én nagyon szépen elmondom az okát. Ténylegesen két nagyon fontos reptér van Szíriában, ezt a kettőt bombázták az izraeliek. Én, amikor eljöttem pár órával ezelőtt, izraeli veszteség még nem volt, tehát izraeli gépet nem lőtek le, de egy háborúban mindig lőnek le gépeket, tehát előbb-utóbb ezzel számolni kell. Jelezni szeretném, hogy a 67-es háborúban Izrael a földön semmisítette meg a teljes jordán légierőt, mert nem tudtak felszállni. Nagyon komoly csapásokat mértek Egyiptomra is, tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy aki a légifölény, annak nagyon komoly esélyei vannak, ma a légifölény izraeli, és ezt Szíriával szembe kihasználta. Az alapvető cél nyilvánvalóan az elrettentés. A fő kérdés számomra megint nem ez. A fő kérdés az, hogy a leghosszabb fronton, a ciszjordániai fronton mi lesz. Összecsapások voltak az elmúlt 48-72 órában Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálembe, de fegyveres harcra eddig nem került sor. Egy pillanatra még Szíriánál maradva, a Harec forrásai szerint a repülőterek elleni csapások célja az iráni utánpótlási vonalak megszakítása Szíriában. Hihetetlen érdekes a helyzet. Én életemben kétszer tévedtem. Én ezt mindig elmondom. Egyszer tévedtem 79-ben, mikor Khomeini ajatullah hazatért Párizsból. Én azt mondtam, hogy ezt a gépet le kell lőni. Attól kezdve a sok még néhány évtizedet maradhatott volna hatalmon. A sok hihetetlen csinos volt, rendkívül buta. A felesége sokkal szebb volt, mint ő, de ő elképesztően buta. A csaj megírta a visszaemlékezését, nem mondom, hogy vegyék meg, olvashatatlan, tehát ennyire ostoba valaki nagyon nehezen lehet. De mi a lényeg, hogy Khomeini hatalomra kerülésével meghirdették a séta világforradalmat? Hát ha engem még egyszer az életben meghívnak, ha elkövetik ezt a hibát, akkor én boldogan elmondom, hogy mi volt a marxi világforradalom elmélete, mi volt a lenini, mi volt a trockí, és mi a Khomeini féle. A Khomeini féle világforradalmi elmélet az, a séta világot én irány vezetésével egyesítem. Hol van séta? Többség Irakba, Saddam Hussein kivégezték, Szíriába 92% körül van a séták, egy kis szunita kisebbség gyakorolja a hatalmat, úgy hívják őket, hogy aleviták, kiváló Irán kapcsolatokkal Libanonba. Ehhez jön most a jemeni helyzet, ahol viszont néhány hónappal ezelőtt kínai közvetítéssel kiegyezett egymással Irán és Szaúd-Arábia. Hihetetlen érdekes az egész perzsaöböl kérdése, perzsa-arabből mielőtt kijavítanak, tehát bármiről kérdeznek, én nagyon szívesen válaszolok. Tény, hogy Irán katonai erőt állomásoztat Szíriába. Tény, hogy kiképzésben részt vesz. Tény, hogy fegyverrel, pénzzel támogatja Libanonba a Hezbollahot, a gázai övezetbe a Hamaszt. Illetve még egy gondolat, hogy a támadások egy nappal azelőtt történtek, hogy az iráni külügyminiszter Szíriába utazott volna. Ez jelzésértékű lehet? Persze. Bocsánatot kérek, miért jött a ukrán államfő Bukarestbe? Hogy megtárgyaljon rengeteg dolgot. Gabonaszállítás, katonai segítség, ukrán határvédelem, és a többi, és a többi. Miért akart menni az iráni külügyminiszter Szíriába? Hogy megbeszélje az ottani csapatok mozgósítását, hogy megbeszélje a csapatokat, mikor vetik be Izrael ellen, milyen fegyvereket kapnak, és mit kap ezért cserébe Szíria. Egy nappal előbbi támadás azt jelentett, hogy a reptereket megbénították. Van egy érdekes hír, a New York Times írta meg, hogy az amerikai hírszerzés szerint az iráni vezetőket meglepte a Hamas dél-izraeli támadása, és nem találtak bizonyítékot arra, hogy Irán segített volna a művelet megtervezésében. Van valakinél egy papírzsebkendő, ez olyan szép hír, hogy sírok. Tehát én mindig döbbenten nézem, hogy a sajtóban egetverő baromságok jelennek meg, elnézést. Én mielőtt idejöttem, megnéztem, hogy a ukránok hány orosz halottról beszélnek. Most 286 ezerről. Kerekítsük. Egy halottra három sebesült jut. Ez 1.200.000 ember. Ennyi nem halt meg a fronton. Zárójel, oroszok ugyanígy hazudnak. Két nappal ezelőtt közzétették, hogy aki kórházba kerül lőtsebbel, annak 0,4%-a hal meg. Lehetetlen. Közölték, hogy aki kórházba kerül, annak 96%-a tökéletesen gyógyulta jön ki a kórházból. Lehetetlen. Tehát egy olyan világban élek, ahol mindenki össze-vissza hazudik. A New York Times egy liberális lap, hihetetlen jó a színvonala, én sajnálom, ha ilyet írtak.
Van még jobb sztorim. Donald Trumpról, aki egy floridai politikai gyűlésen mondott egy-két erős dolgot először, és azt mondta, hogy ha ő ülne a Fehérházban, akkor a Hamász sohasem támadta volna meg Izraelt. Ezt ugye Ukrajnával kapcsolatban is mondta. Jó. Kezdjük az elején. Én nem vagyok politikus, tehát fogalmazhatok erősebben. Évtizedek óta az Egyesült Államoknak rendkívül furcsa elnökei vannak. Kezdjük. Biden. Szegényke 81 éves, 80 éves, teljesen szennél is. Ami nem lenne baj, ha lenne mögötte egy karizmatikus alelnök. Nincs. A Kamala Harris butább, mint az elnök. Egy könyve jelent meg magyarul, én írtam az értékelést, én írtam az előszót. Elképesztően butuska a csaj. Nem akarok... A német külügyminiszter Annalena Baerbock sem jobb sajnos, de ő legalább szép. Ezt a részt majd kivágják a filmből. Már mondtad adásba is, úgyhogy mindegy. Jó, menjünk tovább. Mi a Bidennel a probléma? Újra akar elnök lenni. Egy, kettő. A fiának elképesztő ügyei vannak. 50 ezer dollárt kapott egy ukrán cég igazgatóságába, ahol semmit nem csinál. Most 50 ezer dollárra beszorzom, havi plittén 15-6 millió forint. De hát egy amerikai elnök fia nem kell, hogy Ukrajnából kapjon pénzt, amikor ezt a pénzt kaptak, akkor még alelnök volt. És nem kell, hogy cserébe megírja, hogy a ukrán legfőbb ügyész ki kell rúgni, mert különben nem jön több amerikai segítség. Hihetetlen. A kérdés az, hogy ki mit tud a másik ellen felhasználni. Demokraták. Hát jelenleg egyetlen demokrata jelentkezett be, hogy elnök akar lenni, a Robert Kennedy fia. Elnézést, én most írok könyvet John Fitzgerald Kennedyről. Rengeteget olvasok Robert Kennedyről. Iszonyú erős, erőszakos és butácska. Ő nem John Fitzgerald Kennedy. A Kennedy családban egy ember volt, aki könyvet olvasott, John Fitzgerald. Rajta kívül senki. A papa, Joe, a bátyából szeretett volna elnököt csinálni, aki a második világháború Angliából menve fölrobban repülővel, robbanóanyagot visznek, és az a feladat, hogy kiugorjék. És pont amikor ki akar ugrani, fölrobban a gép, és darabok fecnikre szakadják, nem találják meg soha. Zárójel, a Joe Kennedy is rendkívül ostoba volt. A Robert Kennedy fia ismeretlen. A Kennedy név az USA-ban azt jelenti, hogy rengetegen szeretik, rengetegen gyűlölik. Ugyanis tőlem megkérdezték, hogy ki ölte meg Kennedy-t, és azt mondtam, hogy rengetegen. A mafiának érdekébe állt, a kubai emigránsoknak érdekébe állt, rendkívül komoly csoportoknak érdekébe állt. A Robert Kennedy fia ismeretlen, azon kívül, hogy a neve Kennedy, senki semmit nem tud róla. Republikánusok van, Trump. Az amerikai történelem egyik legmegosztóbb személyisége. Imádják és gyűlölik. Most be lehet menni, hogy miért imádják, miért gyűlölik. Ez most nekünk teljesen mindegy. Én jelezni szeretném, hogy ma a republikánusoknak más elnök jelöltje nincs. A floridai kormányzót nem fogadta el az amerikai társadalom. Pont. Tehát nagyon fura elnökválasztás lesz két 80 éves bácsi közt. Meglátjuk. Tudom, mielőtt elmondja, 74 vagyok, de jól tudom, nem indulok amerikai elnökválasztáson. Tehát nagyon-nagyon nehéz ez a kérdés. A Trump időszakában egy, nem indult háború, kettő, a Trump egy gyakorlati üzletember volt, aki azt mondta, ezt adom, ezt adod, kibékülünk, kész. És Kissinger is azt mondja egész életében, hogy a politikában nincsenek elvek, csak érdekek. Ukrajnai háború. Egy megjegyzésem, hogy lehet, nagyon sok embernek nem fog tetszeni. Ezt a háborút Oroszország robbantotta ki, és Ukrajna provokálta ki. Éveken át gyilkolták az oroszokat a Donbászba. Egy nagy hatalom polgárait nem lehet megölni, se orosz, se kínai, se amerikait. Ha ezt megteszem, ennek ára van pont. Igen. Szóval Trump azt is mondta, hogy a Hezbollahnál milyen okos emberek vannak, akik szerinte azt követően indítottak támadásokat az izraeli állások ellen, hogy az izraeli védelmi miniszter Yoav Gallant, akit Trump csak simán seggfejként emlegetett, kijelentette, hogy Izrael... Magyar politikában is neveztek néhány ember seggfejnek. Hogy Izrael leggyengébb pontja az ország északi határvidéke. Trump olvasatában tehát az okos Hezbollahosok Yoav Gallantot tudták meg, hogy milyen állapotban vannak a velük szemben lévő izraeli állások, majd csak utána indítottak egy támadást, és ezen túl pedig Benjamin Netanyahut is kritizálta, amiért az izraeli kormányfő 2020. januárjában állítólag a saját sikereként akarta feltüntetni az iráni forradalmi gárda külföldi műveleteiért felelősséget.
felelős Kaszim Szulejmáni tábornok likvidálását. Szóval mennyire jogosak Trump szavai? Bocs, Kennedy a következő mondta. A győzelemnek sok száz gazdája van, a vereségnek senki. Szemét leszek, kérdezek, adunk egy könyvet? Adjunk. Jó. Tessék mondani, mi volt Kennedy életének legnagyobb politikai veresége rögtön beiktatása után, és utána válaszolok. Gyerünk, nem nehéz a... Igen, ott, állj! Nem. Nagyon jó, nem, az később jön. Mi volt az első hátul utolsó sor? Így van, köszönöm. Hol volt? Ott, kezed. Kezed. Gratulálunk, viszem a könyvet. Taps! Ahogy elmegy a Tamás, most tudok nyugodtan beszélni. Bocs, mi a disznóiből lényege? Hogy Eisenhower elnöksége alatt, aki az amerikai történelem egyik legné, a végén idehozzá dedikáljuk, kisebb összegért. Eisenhower alatt megszervezik, hogy a Castrót meg kell buktatni. Állat érdekes. Erről órákig lehetne beszélni. Elvileg senkinek nincs köze hozzá az USA-ból, a valóságban a CIA csinálja az egészet. Kennedyvel közli a CIA, a vezérkar, a kormány, hogy ez a legsimább ügy, keledék Kennedy morog rá. Partra száll minimális létszámú ember. Egy. 24 órán belül ezervalány száz ember. 24 órán belül 20 000 kubai körbeveszi őket, pár százat legyilkolnak, a többit elfoglák. Kicserélik gyógyszerért. Óriási Castro siker. Az USA cserébe majd egyel később konvojokkal körbeveszi hajókkal Kubát, de ettől kezdve Kennedy nem bízik se a katonákba, se a CIA-ba, és kirúgja a CIA főnökét. Ezért nincs könyv, de ki volt a CIA főnöke? Gyerünk, nagyon könnyű. Testvére volt a külügyminiszter, gyerünk. Ne. John Forster. Na, nem mennek át a vizsgán. Dallas, a két Dallas testvér. Igen, külügyminiszter és a másik volt. Na most vissza a Trumpra. Tessék? Így van, és ekkor volt a másik időszakban Eisenhower ott a külügyminiszter. Köszönöm. Tudom, hogy csak azért kérdezte, hogy tudom a másik nevet is. Előre megbeszéltük, hogy ezt kérdezi, de majd kap a végén egy ajándékot. Vissza. Annyit látni kell, hogy ma az amerikai elnöknek nagyon rossz a személyes kapcsolata Netanyahuval. A Trumpnak sokkal jobb volt, de a Trump azért ellenzékből megszokta, hogy keményen volt a szól. Az, hogy az izraeli minisztert segfejnek nevezi, ez az ő dolga. A Trump kevés emberen mondott jó, tehát azért ezt tegyük hozzá. Nyilvánvaló Izraelből a világhelyzet máshogy néz ki, tehát egy olyan állapot, életet élnek, ahol bármikor, bármilyen csapás bekövetkezhet. Ez egy szörnyű, nehéz dolog, ezt Washingtonból, Floridából, Budapestről vagy Kolozsvárról nagyon nehéz megítélni pont. A Trump mindig ilyen volt, mindig ilyen lesz, meglátjuk, hogy mi lesz. Ha bejön elnöknek, akkor viszont pillanatok alatt véget ér a orosz-ukrán háború. Az viszont egy jogos kérdés, hogy ugye Izraelben belpolitikai válság volt, tüntetések sokasága, nyilván a tüntetésekre a titkosszolgálat is odafigyel, a katonák egy része és a mostani kormány ellen volt. Tehát, hogy ezek... Állj, bocsánat, tökéletes, amit mond. A katonák döntő része a heti tüntetésen, 40. hetet tüntetnek Netanyahu ellen, a tartalékosok döntő része mindig kiment az utcára Netanyahu ellen. Most, hogy egységkormány van, új helyzet van. Igen. De hogy ezek a politikai zavargások, vagy akár az, hogy a védelmi miniszter dühében tényleg azt mondta, hogy az északi rész az gyengébb, ezek hozzájárulhattak ahhoz, hogy ilyen meglepetésszerűen ment végbe ez a támadás? Néhány dolgot hagyjuk. Egy védelmi miniszternek nem lehet dühe. Tudom, hogy amit mondok, csúnya. Ő veszekedhet a gyerekével, a feleségével, a szeretőjével, a kutyájával, de ő dühébe dolgokat nem mondhat. Ilyen nincs. Én nem akarom összehasonlítani magam a védelmi miniszterrel. 8 évig én voltam a magyar hadipar elnöke. Soha erről nem beszéltem, nem is fogok. Így mentem haza. Dönteni kellett, és nem volt 1 hét, 2 hét. Van 5 percem, hogy döntsek, nagyon sok kérdésben. Kérdés... Hogy 2 rossz döntés közül kell dönteni. Én jól döntöttem, szeretném. A 2 rossz között jól döntöttem. A 2 rossz közül megtaláltam a 2 kisebbik rossz.
De én úgy mentem hozzá, hogy idegbeteg voltam, és egyszer azt mondtam, hogy elég volt. Soha többet, a ajtónál véget ér a problémám. Pont. Én 40 évig idegenvezető voltam, ahol azt tanultam, ha valakinek meghal a anyja, apja, nagyanyja, nagyapja, akkor is mosolyogva álljon oda a csoport elé, mert a csoport ezt várja el. Tehát nincs olyan, hogy egy izraeli bármilyen védelmi miniszter dühébe beszél. Ilyen nincs. Hozzájárult ez ahhoz, hogy nem tudtak a Hamas támadásáról? Életem egyik legnagyobb meglepetése. Elnézést, egy. A Hamas rendszeresen kivégeztette tagjait, mert azt mondta, hogy ezek izraeli kémek. Nagyon nehéz a Hamasba beépülni, mert egy rendkívül komoly biztonsági rendszere van. Kettő. Mondok valamit, ami nagyon fura. 11-12 magyar élt a Hamas a gázai övezetbe. Hát én kíváncsi leszek, hogy lesz-e oknyomozó újságíró, aki elkezdi megkérdezni, hogy ezek a magyarok mit kerestek ott? Én nem akarok választ adni, mert nem akarok bíróságra járni. De ez egy rendkívül érdekes kérdés. De mit kerestek ott? Értem. Úgy néz ki, hogy mégis csak meg akar szabadulni tőlem, mert rendben van. De lehet, hogy ők például valakinek a családtagjai volt? Részint igen, részint igen. Ez is lehet, hogy csatlakoztak a palesztin ügyhöz? Így. Ő mondta. Mint ahogy előfordul, hogy csatlakozik valaki az iszlám államhoz, és így belső meggyőződésből? Rengetegen csatlakoztak a világon. Én szeretném mondani, hogy egy olyan világban élünk, ahol pillanatok alatt fölpörögnek az események. Az emberek döntő része ezeket az eseményeket ma már követni sem tudja. Mondok egy példát, mesterséges intelligencia. Rengeteg a boldogtalan ember, aki úgy érzi, hogy végre valaki egyszer az életbe figyeljen rá. Tessék megnézni az iszlám állam mellett, hány német nő volt. Ez ma már elmondható, mert őket a kurdok tartják fogságba, egy részüket kiadták a német államnak, egy részét nem. Tessék megnézni, hogy ma az ukránok mellett ők 1400-1500 kanadai, ugyanennyi amerikai, 8900 lengyel, 8900 román, niai állampolgár, mielőtt kijavítanak, csatlakozott. Tehát ezek nagyon nehéz kérdések, hogy ki, mikor, miért viszi vására a bőrét, mert úgy érzi, hogy valaki figyeljen rá, utolsó megjegyzés, aztán mehetünk tovább. Itt van a Kennedy papának a legnagyobb fia, Joe, aki mindig alul maradt az öcsével szembe. És azt mondja, mielőtt meghal, hogy most megmutatom. És fölvitte azt a repülőt, amire mindenki mondta, hogy ne vigye föl, mert robbanóanyagot szállítani életveszélyes, és nem ugrott ki időbe, és meghalt. És ezzel bizonyítani akarta, majd kivágjátok ezt a szót, hogy ő egy faszafiú. Nem volt az. Nem volt egész életében egyszer egy önálló gondolata. A John Fitzgeraldnak igen, neki nem. Zárjál a Robertnek sem nagyon. Na, ha már így ebbe a korba mentünk, akkor a kedvence következik. Henry Kissinger interjút adott a mostani izraeli helyzet miatt. A volt amerikai külügyminiszter szerint aggodalomra adnak okot azok a képsorok, amelyeken a Hamász-Palesztin terrorszervezetet éltetik Berlin utcáin, Izrael megtámadása után, és Kissinger hozzátette, hogy Németország hibázott, amikor túl sok külföldit engedtek be az országba. Súlyos hiba volt ennyi teljesen más kultúrájú, vallású és felfogású embert beengedni. Ezt mondta többek között Kissinger, és azt is hozzátette, hogy a közel-keleti konfliktusban fennáll a veszélye annak, hogy eszkalálódik, és a közvélemény nyomására más országok is bevonódnak. Mit gondol erről? Ha valaki 100 évesen így tud fogalmazni, az jó. Másrészt, én minden este átnézem, hogy mi történt a világban, ma nem kell átnéznem, mert minden kérdést föltesz nekem, társzonom. Harmadrészt, honnan származik Kissinger? Egy Nürnberg melletti pici településről, Hürtről. Ott születik, és a nemzeti szocializmus elől szüleivel kimegy az USA-ba. Harvardra beiratkozik. A Harvard történetének ő a legjobb tanulója. Egyetlen 4-es kap, minden más jegye 5-ös. Állatérdekes. Hova kerül a második világháborúba? Hát a hírszerzéshez, hát hova a francba kerülne, mit csinál? Az elfogott németeket hallgatja ki és tolmácsol. És ettől kezdve beáll egy ember mellé, úgy hívják, hogy Rockefeller, aki bármi áron külügyminiszter akar lenni. Nem lesz. Kennedy mellett dolgozik. Kennedy kötetekben ott van Kissinger neve, majdnem egy időse, Kennedy 17-es, Kissinger 23-as. De még nem fut be. És bejön elnöknek az az ember, aki egész életébe csalódott, Richard Nixon.
aki 8 évig alelnök volt Eisenhower alatt, aki indul Kennedyvel szembe, és a történelem legkisebb különbségével, de veszít. A rádió hallgatók azt mondják, hogy Nixon volt a jobb. A tévénézők látják, hogy van egy bombacsinos Kennedy, és egy szerencsétlen szürke Nixon, és a tévénézők Kennedyre szavaznak. Indul a kaliforniai elnök kormányzó választáson, bukik. És bukik, és bukik, és bukik, majd elnök lesz. És meghívja nemzetbiztonsági tanácsadónak Henry Kissingert. Állatérdekes. És Kissinger kiáll mellette, Nixon külpolitikai szakértő, ahogy Kennedy is, ahogy Kissinger is. Állatérdekes. Kissinger azt mondja, hogy túl sok embert engedtek be. Igaza van, de ezt visszacsinálni már nem lehet. Én több mint 1000-szer voltam Németországban. Kérdeznek, én boldogan elmondom. Ma 10 olyan nagy német város van, ahol a 6 év alatti gyerekek, milliós város, 6 év alatti gyerekeknél már migráns többség van. Berlinnek van olyan kerülete, Neukölln, ahova már rendkívül nehéz bemenni. Én voltam úgy, hogy piros lámpán álltam, 4 migráns odajött, 4 oldalról tépte fel a kocsimat, akkor még Passat CC-n volt, egy ajtót ki tudtak tépni. Ők egyszerűen csak pénzt kértek. Semmi és más. Adott nekik? Nem. ha nejemmel vagyok, ő egy rendkívül skót sváb, nagyon kell vigyáznom. A skót sváb az egy érdekes fogalom. Örülök, hogy sikerült valami jövőt mondanom. Ma Nyugat-Európa nagyon komolyan gondolkodik, hogy mit kezdjen a migránsokkal. Ha már ez szóba jött, egy-két megjegyzés. A 60-as évek óta először van Németországban hárompárti kormány, működésképtelenség szélén van. Tessék megnézni az elmúlt két tartományi választás, pár nappal ezelőtt Bajorország és Hessen, boldogan rátérek. Tehát végigmegy ez a műsor, utána önök jönnek, bármit kérdezhetnek. Hihetetlen érdekes. Kissingert most fogadta Xi Jinping Kína államfője. Egy európai vezetőt az esetek jelentős részébe csak a miniszterelnök fogad. Őt fogadták, mert Kínába úgy hívják, hogy ő a kínai nép nagy barátja. Igen. A Kissinger egyébként azt is mondta, hogy a palesztin terrorszervezet és támogatóinak célja kizárólag az lehet, hogy mozgósítsák az arab világot Izrael ellen, és letérjenek a békés tárgyalások útjáról, és felidézte, hogy az 1973-as Jom Kipuri háború során is hasonló esetről volt szó, akkor az egyiptomi Szíria vezette arab koalíció indult meg Izrael ellen. Kissinger azt sem tartja kizártnak, hogy Izrael fellép Irán ellen, amennyiben bebizonyosodik, hogy a perzsa ország keze is benne van a közel-keleti ország megtámadásában. Kissinger szerint tágabb értelemben az ukrajnai konfliktus és a palesztin-izraeli konfliktus párosa alapvető támadás a nemzetközi rendszer ellen. Egy. Kissinger állati értelmes. Kettő. Azért 100 éves. Három. Ma nincs hatalmon. Tehát ha én nem vagyok hatalmon, azt mondhatok, amit akarok. Irán megtámadása, elnézést kérek, technikailag csak úgy tudom megcsinálni, hogy Szaúd-Arábia átengedi a gépeket. Szaúd-Arábia még mielőtt elkezdte a titkos tárgyalásokat Izraellel, azt mondta, hogy átengedi. De most már kevésbé gyűlöli Iránt. Kettő. Az orosz-ukrán háború támadása a nemzetközi rendszer ellen egyetértek. Egy bajom van. Jelenleg kb. 30 háború folyik a világban. Tessék mondani, miért ezt az egyet emelem ki mindig? Milyen hatása lesz ennek a háborúnak, az orosz-ukrán háborúra, a Hamász-izraeli háború? Az, hogy az USA mostantól a legmodernebb hadianyagokat oda kell, hogy adja Izraelnek, mert Izraelnek rendkívül komoly hiányai vannak. Mit ad Ukrajnának? Hihetetlen érdekes. Ukrajna elkezdte mondani 155 mm-es tüzérségi lőszere nincs, ezért kazettás bombát alkalmaz. Pici csúsztatás, nem nagy, teljes. Igen. Ha már az orosz-ukrán háborút említette, Vladimir Putyin is megszólaltam mostani ügy kapcsán. Azt mondta, hogy Izraellel és a palesztinokkal is stabil kapcsolatot ápol Oroszország, és hogy szívesen segítene a Hamasz és a zsidó állam közti konfliktus rendezésben. Azt mondja, hogy kell egy független palesztin állam Jeruzsálem fővárossal. Ami érdekes, hogy ezt azért a palesztinoknak többször felajánlották, és ezt a palesztinok utasították el eddig. Ez egy szörnyű nehéz kérdés. Egy, ha közvetítek, nincs háború. Ha nincs háború, a Hamasz megmarad. Tehát Netanyahu-nak döntenie kell, hogy a rengeteg lehetőségből melyiket választja ki. Oroszok.
Hát az oroszok eddig az arab országokat támogatták Izrael ellen. Kettő. Most Izrael a orosz-ukrán háborúba semleges, mert tudja, ha bármelyik mellé leáll, akkor vége van a másik területen Oroszországban vagy Ukrajnában élő zsidóknak. Tehát nagyon óvatos volt. Most próbál közvetíteni. Miért? Mert Oroszország most a nemzetközi kapcsolatokban perifériára került. Ha ő tud közvetíteni és sikeres, akkor Oroszország egy óriásit lép előre. A politika erről szól. És akkor a mai felvételünk utolsó témája az viszont az orosz-ukrán háború lenne. A legfrissebb hírek szerint több fronton is támad az orosz hadsereg. Zaporizsiában Robotyinét akarják visszavenni, Harkivban Kupjanszka cél, a Donyecz megyében pedig Avgyívka bekerítése zajlik, és közben pedig olyan utalás jött Washingtonból, ami azt jelentheti, hogy akár el is engedhetik hamarosan Ukrajnát, lévén, hogy most ugye egyszerre több irányba kell figyelni. Párhuzamosan a Fehérház egyébként egyszerre kérne katonai segélyt Tajvannak, Ukrajnának, illetve Izraelnek is. Hogy látja a tanár úr, hogy most az izraeli háború kapcsán áttevődhet Amerika figyelme Ukrajnáról, akár a Közel-Keletre, akár a Távol-Keletre? A válaszom az, hogy igen és nem. Mit jelent? Nyilván az Egyesült Államok számára létfontosságú szövetséges volt, van és lesz Izrael. De nyilván az Egyesült Államok, mint világhatalom, mint a globális három játékosból ma még a vezető, nem fogja a második és harmadik területet elfelejteni. A második terület Ukrajna. Jut nekik pénz, ha akarom? Igen. Tajvan. Mi a tajvani konfliktus lényege? Kína hosszú évek óta azon gondolkodik, hogy ki a fő ellenségem. Ha Oroszország, elfoglalom Szibériát. Ha USA, akkor elfoglalom Tajvant. Én voltam Tajvánban, 5-6-szor voltam Kínában, tehát viszonylag elég sok mindent láttam ezen a területen. Mi a tajvani konfliktus lényege? Mao Tse-tung és Kissinger támad, tárgyal. Majd vegyék meg a könyvem, ha kapható lesz, nem tudok más mondani, ne haragudjanak. Utolsó példányokat önök megvették. És mit mond Mao Tse-tung Kissingernek? 1950-ben szovjet nyomásra megtámadtuk az amerikaiakat Koreába. Ezért tudom azt, hogy 100 évig nem tudunk egyesülni Tajvannal. Mit mond a mai kínai vezetés? Igen, de a 100 évből 75 eltelt. Mi a következő pont Tajván? A második világháborúban Japán brutálisan legyilkolt milliókat. Egy kivétel van Tajván. Miért? Mert azt mondták, Tajván Japánnal rokon nemzet. Következő. 1949. október 1. véget ér a kínai polgárháború. Chiang Kai-shek visszavonul, ellopja a teljes kínai aranytartalékot, stb. És Tajvánból akarja megtámadni Kínát. Egy amerikai flotta megy oda, nehogy Chiang Kai-shek támadjon. Tajván. Abban a percben, hogy a kínai hadsereg oda ment, attól kezdve a tajvani nemzetiségi arányok fölborultak. Tajván. A világ egyik legfejlettebb térsége. A kérdés az, hogy Kína hogy dönt. Az én megítélésem szerint csak akkor fogja megtámadni Tajvánt, ha előre egyeztetett és kiegyeztett az amerikaiakkal. Hogy ez most történik-e demokrata vezetés alatt vagy a jövőbe, nem tudom megmondani. Rengeteg szinten folynak a titkos tárgyalások. Van itt még egy apró probléma, Észak-Korea. Amire Kína azt mondta, hogy nincs észak-koreai kérdés, ha baj van, elfoglalja Észak-Koreát, mert a kínai határ mellett vannak a koreai rakéta és atomközpontok. Ez volt a mai adásunk. Nógrádi Györgyel tanár úr, köszönjük szépen. Én köszönöm, hogy ennyien eljöttek. Jó, köszönjük. A taps az bizonyítja, hogy önök is tévedhetnek. És akkor jöhetnek a kérdések. Akinek van kérdése, készfeltartással jelezze, és viszem a mikrofon. Nincs, viszlát. Kinek van bármiről, boldogan. Azt tegye fel, amit előre megbeszéltünk, jó? Jó estét kívánok, Jóász Márk vagyok. Jó estét, Nógrádi György. A kérdésem a következő lenne, ugye tudjuk, hogy Kína gazdaságilag előbb vagy utóbb át fogja venni az amerikai szerepet, bár nem vagyok szakértő. Azt szeretném kérdezni, hogy az ideológiáját, a kínai ideológiát tovább tudja-e adni a világnak Kína? Baromi jó kérdés, kezdjük az elején. Kína eredetileg úgy számolt, hogy 2023-ra átveszi bruttó GDP-be a vezető szerepet a világba. Kettő. Azért Kínának a lakossága kb. 3-szor annyi, mint az USA-nak. Tehát ha én bruttó GDP-be lehagytam az USA-t, az azt jelenti, hogy egy főre jutva még mindig 3-szoros amerikai fölény. 3. Most úgy számolnak, hogy a 20-as évek második felére ez bekövetkezik. 4.
Kína úgy számol Deng Xiaoping óta, hogyha nincs évi 8% GDP növekedés, a lakosság nem érzi meg. Következő az amerikaiakat sokkolta, hogy a bruttó GDP-ben nem lesznek világelsők, és a következő kérdést tették föl, hogy lépjek föl Kína ellen gazdaságilag, katonailag, morálisan, hogyan. A mai kínai politika rendkívül pragmatikus, nem érdekli az ideológiait, az érdekli, hogy mellette kiálljanak, ezért bárkit hajlandó komoly összeggel megvesztegetni. Afrika. Minden afrikai országnak ma nagyobb a külkereskedelme Kínával, mint az USA-val. Ázsia, Japánt is beleértve minden országba győzött Kína, Ausztrália, győzött Kína, Európa, a Benelux német határig győzött Kína, Amerika, három ország kivételével győzött Kína, tehát nagyon jól áll Kína, de nagyon sok a kérdőjel. Ma katonailag csúcson van Kína, vetekszik az USA-val minőségbe, de mennyiségben nem. Tehát Kína számára alapfeltét el, hogy úgy lépjen ki a világpolitika színterére, hogy az oroszok mögöttük vannak, mert az orosz atompotenciál leegyszerűsítve kiegyenlíti Kína hátrányát az USA-val szemben. Köszönöm szépen. Következők. Köszönöm, hogy előre megbeszéltük. Következő kérdés. Három kérdésem mondaná. De ezt nem beszéltük meg, hát ne csinálja. Árpád vagyok, Szamosvárról. A nulladik kérdés, kimaradt a szókincséből a csacsiság, nagyon hiányzik. Mert kiadták rólam, hogy csacsiság, mondta Nógrádi György, az egyik ilyen jégszekrény ragaszon az van rajta. Nekem baromi fura, hogy engem idéznek. Nekem a kedve, nem mondom azt, hogy valaki hülye, azt mondom, hogy csacsi. A kettő ugyanaz, de ez kulturáltabb. Második. Köztudott, önök is mondták, hogy az Amerika titkosszolgálata, a CIA a legjobb a világon. Nem, az egyik legjobb a egyik világon. Legjobb. Még egy megjegyzés. Egy titkosszolgálatról soha nem lehet tudni, hogy a legjobb-e, mert nem derülnek ki a dolgok. Titkosszolgálat. A világ minden nagykövetsége tele van hírszerzőkkel. Ez a feladata. De hogy ezek közül ki jó, ki nem jó, ez egy szörnyű nehéz kérdés. Igen, így pontos. Ott lehettek körülbelül Gázában is. Biztos, hogy ott voltak. Lehet, hogy tudtak a támadásról. Miért nem előzték meg? Lehetséges azért, mert le akartak mondani Ukrajna háborúról az amerikaiak, és akkor legyen egy okuk rá, hogy most menjünk át keletre. Neki nem kell okokat találni, az amerikai politika pragmatikus. Én inkább azt hiszem, hogy a Hamas állati jól csinálta az előkészületeket iráni segítséggel, amit Irán természetes, hogy letagad. Az, hogy levegőből jöttek be a katonák, az, hogy motorral támadtak. Amit most mondok, ki fognak engem röhögni, nem nevetni. A motor ma a könnyű lovasság. Ami a történelemben a lovasság volt, nincs út. Én harckocsival nem tudok, lépésbe tudok előre menni. A lovasság át tud menni, motorral át tudok menni. Tehát nem tudom, ki volt önök között Ománba és ebbe a térségbe. Hihetetlen nagy gyakorlata van a lovasságnak, a motoroknak és nagyon sok egyébnek. Tehát az, hogy a Hamas bejött motorokkal, kezdetben 200-300 embert mondtak, a valóságban a számuk több volt, mint 1000, ez azt jelentette, hogy Izrael mélységébe be tudtak úgy menni, hogy Izrael tehetetlen volt. Én 9-11 után másnap azt mondtam be a tévékbe, hogy fejek kell, hogy hújjanak a CIA-nál, hogy 9-11 bekövetkezhetett. Most azt mondom, hogy a háború után, ha Izrael kivizsgálja, fejek kell, hogy hújjanak az izraeli titkos szolgálatoknál, hogy erről ők nem tettek jelentést. Következő kérdés. Miért támogatta olyan egyből az USA és Európa Izraelt, annak ellenére, hogy ott jobboldali kormány volt legalábbis most már megegyezés alapján, ha ezzel egy időben a más jobboldali kormányok, például Magyarországot nem támogatja, sőt szankcionálja. Miért ez a különbség? Egy pillanat. Abban a percben, hogy Izraelbe egy nap alatt lemészároltak 1200-300 embert, közte 50 gyereket, közte szülőnőket, ez olyan fokon fölháborította a nyugatot, hogy ebből lett egy Izrael ellenes koalíció néhány óra hosszát, még csak azt sem mondanám, hogy néhány napon át. Abban a percben, hogy Izrael fősrakozott a gázai határnál, a nyugati politikusok egy része részben vagy egészben visszakozott. Magyarország. Mi vagyunk azok, akik rengeteg dologba ellen merünk mondani Brüsszelnek és Washingtonnak. Ezért ahol lehet, próbálnak belénk rúgni. Én kb. 10 éven át úgy jártam a világot, hogy nemzetközi konferenciára mentem, nemzetközi konferenciára.
És ami nekem meglepő volt, hogy vezető nyugatiak, nagyon sok a vendégem volt Budapesten, azt mondták, hogy tudjuk, hogy Orbán Viktornak igaza van, de ezt nem lehet kimondani. Mondtam, hogy értsek meg, én a szocializmusban nőttem fel, én megszoktam, hogy mindenkinek két véleménye van. Nekem nem újdonság, amit mondanak. Tehát ez egy rendkívül érdekes dolog. Meglátjuk, hogy a jövő évi európai parlamenti választások után milyen módosulás lesz az erőviszonyokban. Kína. Kettő nagy kínai koncern van Európában. Mind a kettő élén a barátom áll, úgy hívják, hogy Peggy. 84 óta él Magyarországon, ő az egyetlen külföldi, aki szebben beszél magyarul, mint én. És ő elmondta a fórumon, hogy egy ok miatt jön a kínai tőke Magyarországra, mert ez az egy ország a térségben, ahol a kormány stabil. Pont.